Привет, tavarisi! Ez a Game Archivum legújabb kommentes végigjátszása, amelyben most egy olyan játékkal fogok most foglalkozni, ami már nagyon régen tervben volt, de mindig halogattam, állandóan halogattam, hogy mindig mást játszottam helyette, de végre elérkezett az az idő, amikor már végre ezzel a játékkal foglalkozok. Honnan jött az ötlet? Nos, röviden tömören Lalitól, azaz alias Rocker Lalitól jött az ötlet, hogy ugye ő bemutatta a Csornája Metka című játékot, ami ugye mai alanyunk is, ugye ez itt a Csornája Metka című játék. Ugye mit kell tudni erről a játékról, ugye Rocker Lali alias Lalitól néztem a játék bemutatót. Nagyon három részes videóról van, videósorozatról van szó, nagyon lényegre terő, és elvileg egy olyan játékról van szó, és most jön a lényeg, ugye egyrészt a Buka Entertainment adta ki a játékot, 2008-ban készült, és az Orion Games készítette, aki nem tudná, hogy az Orion Games az orosz játékkészítő cégnek a neve, tehát arról az Orion Gamesről van szó, akik, ha ismerik Rocker Lali munkásságát, akkor csinálták ezt a játékot 2008-ban, akkor előtte megcsinálták ugye a They Are Alive-ot, vagy Patriot, ennek a játéknak a szellemi elődje, és a két Stalin Subway játék. És akkor most itt ragadnám meg az alkalmat a régi olyan játékokkal kapcsolatban, mint Freddy D. meg Lali bemutatott, hogy nagyon, nagyon nagy kivételek vannak, és egy biztos, hogy ez főleg azért van, hogy vannak olyan játékok, amik lehet, hogy bemutatóra kerülnek, valami végigjátszva lesz, valami meg nem lesz bemutatva. Egyrészt az azért van, hogy vagy nem az van, hogy én engem rohadtul nem érdekel a dolog, vagy másrészt meg technikai okok miatt. Tehát, hogy vagy, ne, vagy a felvevő nem tudja megörökíteni a játékot, vagy maga a játék nem indul el. És akkor röviden tömören, például a Stalin Subway-ból nem lesz végigjátszás, azt tudom. Tehát, mert nem indul a gépemen. Viszont a Csornája Metka játék nagyon jó. Látom a videót, és a lényeg az, hogy 2008-ban készült, Orion Gamesről van szó, és természetesen annyit kell tudni, hogy oroszul a Csornája Metka, ugye az azonos című regényből készült, és a filmekhez semmi köze, mert van egy Rohedli film, aminek ugyanez a címe, de semmi köze. Egyébként Csornája Metkának hívják a játékot, de viszont az indító fájl neve az, hogy The Hunt, úgyhogy angolos nevén ez lenne az angol megfelelője. Egyébként oroszul a Csornája Metka fekete jelent, a Black Label, tehát nyilvánvaló, hogy a játék fő témája is egyben ez lesz, tehát nyilvánvaló, hogy az angolos neve, ha angolul lenne a játék, akkor az lenne a címe, hogy The Black Label, illetve honnan töltöttem le a játékot? Most azt kell tudni, hogy a játékot úgy lehet begyűjteni neten, hogy a francia kiadott játékot lehet letölteni, illetve be lehet gyűjteni az orosz verziót is, csak egyrészt az, aki nem tud oroszul, annak nagyon nehéz lesz a játékot játszani, meg hát ha mégis találtam volna orosz letölthető verziót a játékról, akkor meg nagyon nehéz a telepítési verzió, tehát hogy föl tudom telepíteni, de a játékot nem tudom elindítani, és nagyon macerás. Úgyhogy kénytelen vagyok a francia verziót elindítani, aminek az az érdekessége, hogy egyrészt azt nem a Buka Entertainment adta ki, hanem az Anuman a francia kiadó adta ki a játékot, és erről azt kell tudni, hogy angol a szinkron, de francia a layout. Tehát a felirat meg a layout az mind franciául van, de angolos a szinkron. Szóval akkor nyugos a kérdés, amit a Lali is feltett, hogy miért nem tudták akkor full angolosra megcsinálni az egészet, ha már a franciák készítették, vagy hát adták ki. De mindegy, a lényeg az, hogy készült egy patch, amivel leangolosították a francia részeket is, és hogy most ezzel együtt fogom ezt a játékot végigvinni. Szóval én a francia verziót töltöttem le, és a franciahoz való patchet is, angol patchet is rá készítettem, úgyhogy ez alapján fogjátok nézni ezt az orosz játékot. Mit is kell tudni a játékról? Annyit kell tudni, hogy igazából egy olyan játékot kell elképzelni,
hogy röviden és tömören annyit mondanék, hogy orosz Condemned. Aki ismeri a Condemned című játékot, akkor lát benne hasonló dolgokat, de ne klónként kezeljétek, ahogy én se teszem ezt. A laikus ember azt gondolná, hogy hát ez egy orosz köntösbe bújtatott Condemned, de nem. Nagyon érdekes sztoria van, és engem nagyon lenyűgözött, és hát ugye Lali videójából tekintve engem érdekelt, úgyhogy én is végigviszem ezt a játékot. Remélem tetszeni fog mindenkinek. Jó szórakozást kívánok hozzá. Akkor levtársak, davaj, davaj! Három fokozat van. Én mindig easy vagyok, úgyhogy ezzel is kezdjük. Az átvezetők ilyen Sin City-szerűen, ilyen képregényesen van megoldva, nagyon jól néz ki, és nagyon jó noir stílusban van az egész. 2020-ban vagyunk, ugye nem véletlen, hogy idén 2020-ban 2020-as tört sztoriról lesz szó. Annyit kell tudni, hogy itt van a főhősünk, ugye Nikolaj, aki egy ilyen webdesignerként dolgozik, és éppen furikázik haza a lakására, amikor éppen a rádióban fogjuk majd hallani, ugye feliratozva lesz az egész, és angol szinkron. Azért akartam az orosz játékot valahogy különbe gyűjteni, ami nagyon nehéz, mert ott az orosz szinkron az nagyon sokkal életőbb is, inkább azt fordították le, mint sem, hogy a francia megfelelőt. Na mindegy, a lényeg az, hogy éppen furikázunk haza, amikor éppen arról van szó, hogy van egy ilyen TV-show, ami ugye a Black Label show, tehát ez a játék. Ez arról van szó, hogy vannak kipécézve emberek, akiket le kell vadászni, és ugye vannak ezek a vadászok, akik ugye levadásztak ezeket az embereket. Ugye el van magyarázva, hogy nagyjából ezek az emberek, akik ki vannak spécézve ezek az áldozatoknál, ilyen wifi-s jelzésű, ilyen poloskát helyeznek el a kabátba elhelyezve, ez az a fekete label, ez az a fekete jeladó, és ezeket kell levadászni a vadászoknak, illetve később még azt is rebesgettük, hogy ez valami vírusszerűség, ami az emberekbe van behelyezve, és hogy emiatt nem tud megszabadulni, hogy a jeladó csak úgy így eldobja magától, hogy a vírus fogja megölni a vadászok helyett. Nincs nagyon tisztázva ez a dolog. Lali sem tudta ezt rendesen értelmezni, mármint, hogy ez a kérdés az a játékban, ez nincsen helyes megválaszolva. A lényeg az, hogy van ez a tévéshow, és ugye ezt nézik az emberek, és vannak fogadások, hogy a vadászok hogyan ülik meg az áldozatot, illetve hogy hogyan éli túl az áldozat, illetve természetesen, hogy mennyi ideig éli túl az áldozat a gyilkosságot. Tehát ezekre szoktak, hogy mondjam, pénzt feltenni, és ezzel szoktak nyerni. És akkor ilyen szezonokra vannak osztva, és ugye most van egyébként a 10. szezon, tehát hogy még most is zajlik ez a játék, ez a Battle Royale-szerűség, és annyi a lényeg, tisztára, mint a Manhuntban. És az a lényeg, hogy most van ez a 10. évad, és az történik, hogy főhősünk éppen hazaérkezik, és akkor figyelmeztet minket a helyi Taki bácsi, bocs Lali, hogy nagyon nagy veszély leselkedik ránk, de ő éppen nem mondott semmit. És éppen mennénk haza, és bú! Az egyik vadász ránk ijesztett. És hív minket V a telefonunkon, vagyis hát a Bluetooth headsetünkön, hogy nagyjából rövid és tömören, ugye most megy a 10. évad a műsorban, és ugye azt kell tudni, hogy mi vagyunk a szezon utolsó áldozat, utolsó túlélője, tehát aki a szezon végén kapja meg a cuccot, akkor az nem tudja továbbadni, hanem az futhat az életéért, és túl kell élnie, nincs más lehetőség. És erről a játékról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon részletes, hogy tehát például ott van megnyitva egy MSN, Adobe helyett Dodobi fotó, Fridi Iván ez a Paint. Nagyon tetszik. Szóval Nikolaj Kamolov, így hívnak minket, és ezt a pédiánkra is le tudjuk tölteni, úgyhogy nem kell a gépet megnézni. Elővehetjük a tabulátorunkat, és akkor a bits-nél nézhetjük meg az alapküldetéseket, újra elővenni az objektív, az a főküldetés, illetve az entries, ide tudjuk letölteni a gépre föltöltött dolgokat.
Szóval, és most hívott minket egy Antilabel csoportvezető, ez az Antilabel az, akik ennek a show műsornak, hogy mondjam, a lázadó felkelői, akik szabotálni akarják ezt az egész műsort, így most beszél róla, és most az a feladatunk, hogy kéne beszélni az egyik csoporttaggal, hogy ezt a cuccot eltávolítsák rólunk, és hogy a metrónál kell találkozni vele. De hát még itt még nem az van. 100 rubel, lehet így gyűjteni pénzt. Egyébként nagyon fontos, hogy a pénzt gyűjtsük, és a PDF-ot tudjuk nézni, hogy mennyi van nálunk. Ugye most 200 rubel van nálunk. És nézzétek meg ezt a kis panellakást, hogy milyen jól néz ki. Milyen szépen... Ott van a bejárati kulcsunk, a lakáskulcsunk. Hogy milyen szépen ki van dolgozva ez. Tehát, hogy én simán laknék egy ilyenben. Nagyon szépen ki van dolgozva minden. Tehát 2008-ban azért az oroszok azért tudtak, és ráadásképpen az Orion Games, az az Orion Games, aki elbaltáztak két Stalin Subway játékot, és egy felemás patriótát elkészítettek, de végül csináltak egy nagyon fasza csornajametkát. Azért nagyon érdekes. És a francia játékra visszatérve, azért is akartam egy orosz verziót letölteni, mert az a probléma, hogy amikor Lali végig tolta, akkor például lehetett látni, hogy amikor a kocsis jelenet van, a visszapillantókában egy ilyen 3D-ből készített ilyen SUV ilyen grafikai lapot lehetett látni. És hát, hogyha bekapcsolom a tévét, akkor elvileg az Olga Buzova riporternőt lehetett látni, aki éppen a lakásunk előtt közvetíti, hogy éppen mi vagyunk a szezon utolsó túlélője, és ugye menekülnünk el. Ehhez itt meg a 3D modelleknek a 2D-s grafikus palettáit lehet látni, szóval nézzétek el, ez tudja a francia verzió. És ahogy mozgok, úgy változnak a képek. Tehát például, ha így beállok, akkor lehet látni a fürdőszobának a 3D-s modelleit. Itt a szekrény, itt a fa, ez a fának a modellje, aztán meg ez a kocsinak a visszapillantókája. Szóval ne haragudjatok, hogy ez van, ez meg a gépünknek a palettája. Szóval ne haragudjatok, hogy ez van, de sajnos így tudom csak megmutatni a játékot. De végtére is jól működik, semmi probléma nincs vele. Nos, mondja Olga Buzova, hogy körbevették a panelházat a vadászok, és mondja, minket akarnak leszedni. És hogy Lali is megmondta, hogy milyen szépen meg van animálva, hogy a kulcsot berakja, meg vannak ilyen kis animációk, hogy szépen interakcióba kerülünk dolgokkal. Ugye most az a feladatunk, hogy a shift-tel tudunk futni, ha lefelé megyünk, akkor mindjárt jönnek a vadászok, és tisztán a Half-Life 2-ben ugye menekülnünk el a tetőre. Szépen futunk. Ja, és nem fárad ki a koma, úgyhogy itt interakcióba lépek a létrával is, hogy szépen fölmászik, és maga mögött lezárja a blokádot, ugye szépen meg van csinálva minden. És ugye most itt vagyunk ezen a tetőtéren, hogy tele vagyunk csövesekkel, meg csövekkel, ahogy Lali is mondta. Nem akarok, muszáj mindig rátérnem hozzá, mert ugye ő általa nagyjából vágom a helyzeteket, és nagyon jó videót csinált, és ne azt higgyétek, hogy egy Lali kopiról van szó, de újdonságot nem nagyon szeretnék mondani, mert hát ő nagyjából mindent elmagyarázott. Nézzétek meg, ott fekszik egy csöves, de lehet, hogy halott, mert az nem fog megmozdulni. Meg olyan mélyen alszik, hogy szerintem észre se venni, hogy itt futkározok. Meg tisztán, mint a Condemned-ben, hogy itt lehet mozogni, meg ott van már támadni is akarnak. Úgyhogy gyorsan ezt megfogni, ezt a hűtőt és arrébb tolni. Mert mindjárt elkap minket, mert nincs még fegyverünk. Mert főleg közelharci fegyvereket fogunk használni, és mint a Condemned-ben, hogy közelharc itt lesz bőven. És akkor itt le kell mászni. Aztán el kell menekülnünk. TCC. Le kell menekülnünk a metróba. Szépen lemegyünk. Már hallom is őket, ugye itt kell tovább menni. Itt van a patika. Itt fel lehet szedni különböző tárgyakat, például nagy, kicsi medipakok, kevlár mellény, regenerátor. Már lőnek is rám, úgyhogy nagyon futni kéne. Ó, azért nem kéne megdögleni, már nagyon korán.
És akkor itt nem mondjuk a metróban. Szóval, igen, tehát lehet különböző felszereléseket fölvenni. Én például úgy állítottam be, hogy ugye a görgő van alapból beállítva, de ugye a C meg a V gombokkal lehet váltani. És a Escape-el, bocsánat, a Space gombbal lehet majd aktiválni, illetve a Q-val, hogy a Q-ról lecseréltem. És akkor most az van, hogy menekülőre vettük a dolgot. A metron keresztül ugye találkoznunk kell majd az aktivistával, mert közben a vadászok is küldöznek minket. Ugye mi vagyunk a szezon utolsó túlélő, utolsó áldozata, ezért nem tudjuk már senkinek másnak átadni, úgyhogy futni kell, mint a rohadt élet. Igen. A mentés miatt van az, hogy én néha egy kicsit beakadok. Meg hát most full grafikus beállítás van itt, mert nem az van, mint a másik játékon, hogy nem tudok rendesen játszani. Úgyhogy futni kell. Ja, és a zenékkel kapcsolatban nagyon jó orosz zenék vannak benne. Aki nagyon szereti a metalcore-t, akkor az ennek nagyon jobb fog bejönni. Itt a francia, illetve angolnál itt V beszél hozzánk, de igazából így B-nek nevezik az aktivista vezért. Úgyhogy itt ne figyeljetek itt a feliratra, amikor B-nek ejtik a csávót, hanem V-ről van szó. És akkor be kell futni a... ide. Így be kell mennünk. És már jönnek mögöttünk. Jön a vonat! Mi fog történni? És... baf! Egy nagyon jó kezdés ebben a játékban. Igen, a szinkron teljesen máshogy működik. Egyébként belecsukni, úgy van belecsukni. Na, és akkor vegyük magunkhoz a csövet, ami az első fegyverünk egyébként. Visszatérve a zenére, hogy nagyon jó zenék vannak benne, de sajnos mindegyik copyrightos, úgyhogy ne jegyetek meg véletlenül, hogyha teljesen le van véve csutkára a zene. Úgyhogy aki előre is azt gondolná, hogy zenét fog hallgatni tőlem, azt sajnos ne tegye, mert nálam nem fog hallgatni zenét, mert én nem vagyok hajlandó a YouTube-nak a hülyeségét, hogy copyright miatt el fogom veszíteni a csatornámat. Azt köszönöm szépen. Na, közelharccal kapcsolatban bal klik ütés, illetve jobb klikkel lehet védekezni, és nem kell ilyesmiben gondolkodni, hogy jaj, mikor kell ütemezni a védekezést. Mindig csak lenyomni a jobb klikket, és mindig ki fogjuk védeni a támadásokat. Illetve, mint a Manhunt-ban, ugye a bal felső sarokban megjelenik ez a csukott szem effekt, ami azt jelenti, hogy most éppen stealth módban vagyok, tehát nem tudnak észrevenni. Nem tudnak engem kiszúrni az árnyék a sötétből az ellenfelek. Tehát, hogy 2 centire mellettem van valaki, és ben van kapcsolva a szemmód, akkor nem fognak észrevenni engemet. Na, ennyi kell tudni. Csak akkor vesznek észre a sötétből, hogyha sprintelek, mint a rohadt élet. Érdemes ezeket kinyitni, mert tele vagyunk pénzzel meg medikittel, ami nagyon jó. Illetve a felszerelést mindig lehet cserélni. Most éppen azért fontos a feszítővasat elővenni, mert csak ezzel tudjuk kinyitni ezt a rácsot. És ez szépen meg van animálva. Látványilag is nagyon szép. És az animációk is szépen meg vannak csinálva. Ott van a láthatatlan ikon, az a csukott szem. Ez jelenti azt, hogy nem tudnak észrevenni. Csak akkor tudnak észrevenni, hogyha még zseblámpa is lenne náluk. Akkor már gáz van. Hoppá! Na! És amikor itt térdre rogyan, akkor vannak ilyen kivégzések. Megjelenik az ököl, meg kell nyomni az E betűt. Nem, a bal klikket, bocsánat. És akkor megcsinálja a kivégzést. Tisztára, mint a Condemned-ben. De ez nem sértés vagy negatívum, hanem érdekesség. Na, felszedtük a zseblámpát, és most már az F-vel megállás nélkül tudunk világítani mindenkinek a szemébe. Ez az ajtóhoz tűzoltóbalta kell. Egyébként a tűzoltóbalta itt annyi a legjobb fegyver a Land of the Dead után. Úgyhogy erre felé kell haladni. Patkány! Igen, ehhez wrench kell, tehát cső. Csavarhúzó! Meg vannak ezek a drónok, akik elvileg a show közvetítők akarnának lenni,
De ez azért érdemes mindig szétszedni, mert nagyon ránk világítanak, és hát... lopakodás terén nem nagyon hasznosak. Na. Ezeket is ki lehet nyitni. Itt alaposan körbe kell nézni, mert mondjuk van itt pénz, mert minden felszedhető tárgy. Na és akkor mire kell a pénz? Nagyon kérdeznétek, hogy mennyire kell a pénz, aki még nem látta a Lali videóját. És még ismerkedik ezzel a játékkal. Na, van 410 rubelünk. Itt van ez a terminál. Ez tisztelen, mint a Bioshockban a terminálok, ahol a fegyvert meg a plazmitokat lehet ugye fejleszteni, illetve venni. Na, ez az, amit sajnos nem tudtak lefordítani. De azt hiszem, itt le is tudtak fordítani. Na, itt be kell jelentkeznünk a terminálba. Igen. És ugye itt van a... Itt mondjuk például franciául van, szóval ezt nem tudták lefordítani. Itt lehet venni 6 különböző dolgot, ugye ez a kis Petit Medikit, ugye a kis Medipak 150-ért, 270-ért nagy, Grand Medikit, ez a nagy Medikit, ebből is van nekem egy csomó, úgy, van Akna, 350-ért, 220-ért Armor, veszek is, illetve Vision Thermic, azaz Night Vision, azaz éjjel látó, ilyen szép zöldben lehet látni a sötétben a dolgokat, ha nincs zseblámpák véletlenül, de ez néha jó, néha nem jó, én nem nagyon szoktam használni, illetve egy regenerátor, ez egy olyan injekció, amivel a regenerálni tudjuk az életenergiánkat, ez főleg a játék végére nagyon tud hasznos lenni. Most kilépek, és akkor ott van, és érdemes mindig fölvenni, mert nem aktiválódik magától, tehát még ki kell vennünk a terminátorból, illetve magunkhoz kell venni. És akkor most már érvényesbe lépett a nálunk a Kevlar. Mentek egyet. Na, kicsukta be az ajtót. Hú. Volt itt ám hotel, ha döcsém. Igen. Stay where you are. Freeze. There's a bomb standing with his back to the door in the next room. You can kill him silently. Mondja, hogy az ajtó mögött bomba van, tehát ha kinyitjuk, akkor durran. És ne kapcsoljuk be a lámpát, mert itt ólálkodnak a vadászok ezerrel, vagy a csövesek. Aha. És most tanuljuk meg a csöndben való gyilkolást. Hátulról bal klikkel, az öklöt megrágtatjuk, bal klikkel, hátulról szépen csebben le lehet szedni. Igaz, hogy hangosnak tűnik, de ez így felelő, megfelelő. Na, és akkor cserélük le a tűzoltóbaltára, feszítővasat, és ugye ezzel tudjuk kinyitni ezt az ajtót. És ha már nálunk van, akkor vissza lehet menni ahhoz az ajtóhoz, amit még nem tudtunk kinyitni. Ön szépen megyek is vissza. Igen, emiatt lehet egy kicsit longplay-es-szerűnek fog megfelelőni ez a játék. Aha, ezt az ajtót nyitottam ki, amit nem tudtam kinyitni. És akkor most itt van az a másik, ami szintén baltával lehet kinyitni. Ez is szépen meg van animálva. És rúg be, azaz. És ez azért kellett. Itt van egy kis medipak, pénz. Átulom megtámad egy csöves. Nem kell megijedni ettől az effektől, ettől a homályos effektől. Ez mindig ezt a homályos effektet kapjuk meg, hogyha eltalál egy ellenfél védekező módban. Itt egy éjjellátó. És akkor itt van a cső. Amivel azt az ajtót ki tudjuk nyitni. És ez is szépen megvan animálva, hogy le van csavarva. Lecsavarja. És kinyitja az ajtót. És akkor... Itt még azért még visszagyűjtöm a tűzoltóbaltát. Közben megtámad ez a csöves. Hát, ha nem támadsz meg, akkor ne is támadjál meg. Áó. Pum. Azt a rohadt élet! Beakadt. Nem, ezt nem róvom föl hibának, mert be van kapcsolva a ragdoll animáció, és egyszerűen brilliáns, hogy mik tudnak itt történni. Nem negatívum, de vicces. Na. Ezt nem róvom föl hibának, na. Ezeket nem tudjuk felvenni. Ezzel tudok haladni szépen tovább.
Nézzük. Igen, ez volt az. Igen. És megnézem, hogy ez nyitható-e. Nem. Úgyhogy mehetünk tovább. Néha reagál a jobb klik, meg néha nem. Tehát azért van az, hogy éppen nyomom a klikket, de nem nagyon megy. Na, amikor a jobb felső sarokban meglátjátok ezt a laptop jelet, akkor vegyétek elő a PDA-t, és akkor a wifi-t azt tudjátok érzékelni, és akkor ezzel meg lehet hackelni egy-két dolgot. Jaj! Igen, az animációkra nagyon oda kell figyelni, hogy mikor van az a pillanat, amikor támadni kell, mert így nagyon ugrálnak az ellenfelek. How's it going? You have anything? Not your business. What I find's mine. Any copper? Yeah, there's a bit. Huh? Like, what wire should I cut? Black or red? Itt lehet egy csomó dolgot olvasni, de ez most nem fontos. Úgyhogy csak csömbben vagyok, mert azért, mert itt vannak csövesek. How are we gonna share it? Like brothers. I get more, because I'm older. What if somebody finds this place? Igen, itt lehet elolvasni a jelenlegi helyzetünket. It says here 5,000 volts. Is that a lot? Nah, your coat won't even have burns on it. Aha. Látom a jelzést. Ez mágneskártya kell. That's like this metal, only much more valuable. Nyilván arra fele kell majd menni. Hey, Vlad. How come you're not talking? Shut up. I'm converting pounds to gallons. I just think, I whip these wires and half of Moscow has to use candles. Néha előfordul, hogy egymásról beszélnek, de nem rovom fel ezt hibának. Hát akkor nem erre kell menni, hát akkor visszamegyek. Tehát már voltam ott, és kicsit meg vagyok lőve, várjunk csak. Ugye... Aha, ez volt, itt jöttem. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok. Nem figyelek eléggé. Vagy lehet, hogy oda kell mennem, ahol a múltkor voltam. Nem itt. Aha, errefele. De vissza kellett volna mennem, ja tényleg. Aha. És akkor... Várjunk, most körbe mentem. Megoldom. Azt mondja... Aha, itt van a terminál, ezt vágom. Ezt nem tudom kinyitni, mert ez mágnes kártya kell. A wifi meg valamiért nem nagyon akar erősebb lenni. Jaj, de hülye vagyok. Fú. Aha, lehet a falat verni. Észrevegyenek. Most hát a hang után jöjjenek. Akkor érdemes hátulról elkapni. Francba! Ha megjelenik az ikon! Az ököl! Most! Na, hol van a tesód? Ez igen, ez most egy türelemjáték lesz. Na, merre mész? Nem látsz engem. Ott van! Kicsit behatárolhatatlan, hogy mikor tudom elkapni hátulról csembe. Na, szóval ezt a jelet követve, ami látjátok azt a kis piros csíkot, most elmentem jó messzire, ezzel wifi jeladókat lehet meghackelni,
és különböző ajtókat, meg kamerákat tudunk megnézni. Ez főleg azért jó, hogy lássuk, hogy hol vannak az ellenfelek, illetve mondom, az ajtókat ki lehet nyitni, amik zárva vannak. Amit nem mágnes kártyával kell kinyitni. Most visszamegyek. Most jó elmentem a jeladótól. Erre. Nem. Valahol itt bent lesz. Aha, itt mágnes kártya kell. Open via terminal security. Jó van, semmi baj nincs. Ó, ott van, bocsánat, jaj, jó van. Na, és akkor ezt az ikont megnyálták, meglátjátok középen, nyomtok egy et, és akkor már megjelenik a kamera részleg a PDN-kon. Ugye itt van az a két ajtó, amit nem tudunk kinyitni. Itt van egy csöves ennél a szakasznál, illetve a metró. Úgyhogy megnyomjuk ezt a kettőt, és akkor kinyíltak az ajtók, és most már vissza tudunk oda menni, ahol a múltkor voltunk. És nem tudtuk kinyitni. Igen, vannak ilyen checkpoint mentések is. Tehát nem kell állandó mindig kikszével. Jaj! Ennyi voltál. Szóval lehetett látni, hogy a baltával kb. 3 ütés is bele kimúl a gyerek. Hoppá, hello! Arra hagyjál meg, nem tudtál volna egy kicsit várni? Ez mondjuk nem volt jó ötlet. Nem kéne kapkodni. Na, most vegyük elő azt a F-pakot. Így, né. Jó. Aha, itt ezeket a szekrényeket éles tárgyal tudjuk kinyitni, illetve itt van ez. Nézzük csak. Aha, itt vannak olyan különböző wifi részek, ahol ilyen fogadásokat tudunk csinálni, és akkor hát ezt vagy oroszul, vagy franciául láthatjátok ezt is, szóval angolul ezt sajnos nem fordították le, de a lényeg az, hogy van nálunk 50, 200-at lehet nyerni, és 300-at kell föltenni, és az a lényeg, hogy 4 ellenfelet csendben kell kivégezni. Na, próbáljuk meg. Egy. Ez egy nagyobb pajszer kell. Igen, itt most mindent ki tudunk nyitni. Ez a feszítővas kell. Nézzük, ebben nincs semmi. Pénz van meg. Ó, itt van a kés. Ezzel tudjuk kinyitni azt a kis szekrényt. Erre. Az ott van. Így, né? Már ezt ki tudjuk nyitni. És egy százas volt benne. Most már van 360. Nézzük. Most hogyan tovább? Ugye itt már voltam. Itt jöttem tovább. Ugye volt ez a másik ajtó, ahol nem tudtam bejönni. Aha. Most már itt már be tudok jönni. Aha.
Aha. Nem tudok tovább menni. Viszont van itt egy ajtó, amit szerintem mágnes kártyával lehetne kinyitni. Igen. Úgyhogy vissza kell menni. Egyébként a entry... Nem. Beats! Ja igen, itt a beats. A beats-eknél lehet megnézni a saját... fogadásokat. Next, the hunter will be strangled from a quiet attack. Remaining to kill 3. Szóval 4 csendben kill kell. Hátulról csendben való gyilok kell. És akkor nyerünk 200-at. Meg érdemes azért a szekrényeket is szétszedni, mert a tetején, amit nem tudunk leszedni, mivel nem tudunk ugrani, ezt mondjuk sajnálom, rejtenek a cuccokat. Tehát most is például egy pénzt tudtam összegyűjteni, rubelt, egy 100-ast. És van 370-ünk. Akkor nézzük meg ezt az oldalt még egyszer. Itt mondom, csak tűzoltó balta van, tehát hogy az amit már megnéztem. Feszítővas! Jaj, tényleg a feszítővasat kéne visszagyűjteni. Úgyhogy azt tudom is, hogy hol van, tehát vissza kell menni. Ó, itt futottam el mellette. Basszus. Na. És akkor itt meg kell keresnünk még egyszer a szekrényt. Voltam bent, ugye? Itt voltam bent. Aha, meg vagyok. Ott van, ott van, ott van, ott van, ott van, ott van. És... ezt ki kell nyitnunk feszítővasan, mert máshogy nem tudjuk. Na nézzük, mi van itt benne. 500! Na ezért megérte visszajönni. Na, most... óriás pajszert kéne keresnünk. Vagy hosszú pajszer, kinek hogy tetszik. Itt nem tudunk tovább menni. Valahol ez egyébként meg lehet találni, csak én nem veszem észre. Mondjuk például ott, ahol még egy tűzoltó baltát lehetett volna összegyűjteni, ott esetleg még lehetett volna látni egy másikat. Mondjuk például... ugye, hogy éreztem? Itt a cseszett long crowbar. És akkor erre tudunk tovább menni, és a kártyát azt majd ott túladat tudok használni. Na és akkor így nyitja ki ezt a nagy vasajtót, amit csak így lehet kinyitni. És akkor csinálnak egy mentést, lehet, hogy lesz egy újabb. Na, itt van egy újabb terminál. Nézzük is meg. 870, hát mondjuk nem ártana egy újabb armor, akkor aztán még Grand Medikit az nem árta van, és akkor szedjük is ki őket, és húzzuk is fel a kevlárt, én azt mondom. Egyébként csinálok egy mentés, és megmutatom, hogy működik a Night Vision. Így. Így működik. Csak megmutattam. Van itt akna, ez nagyon jó. Az akna egyébként nagyon poénos, majd a játék végén nagyon jó használat lesz. Na, még egy feszítővas. És akkor... igen. Hogy röhög? Kis retardja. Csak egy kérdés, hogy meddig jut el. Ez például oroszul vartyogott. Az mondjuk fasza. Szépen. De mint a Manhattanban, hogy ott vagyok 2 centire mellette, és nem vesz észre. De ezt mondjuk ki tudtuk nyitni kés nélkül. Na, van 600. Még 2 gyilok. Hát itt mondjuk észrevettek, nyilvánvaló. Ez türelemjáték. De védekeztem! Aj!
Bukta. Aha! Jobbat tudok. Ja, észrevettek, jó van. Te hogy veszel észre a sötétben, Isten barma? Ezt észrevesz? De miért? Betolom ide magamat. Az a baj, a másik is itt van. De hogy? Hogy csinálod? Menj a francba, te köcsög! Most miattad el... Nem tudod begyűjteni 200-at. Isten barma! Bocsánat, hogy fel vagyok húzva, de hát rohadjon meg ez. Hát a sötétben, érted? Észrevesz a sötétben. De hát nem mozogtam. Így most pápa a fél kevláromnak. Idióta, köcsög. Hú, na jó van. Lehet, hogy én hanyagolni fogom ezt a stealth dolgot, mert inkább költök a terminálon. Jó, a hitboxok nagyon érdekesek tudnak lenni. Jó. Az aktivista szólal meg, hogy jaj, megtámadtak, de hát... Idióta. Takarodjál már! Ott van az aktivista holtam, és hát még haldokló állapotban. Ki kell nyitnunk az ajtót. És feszítővasra van szükség, amit a legeslegelején gyűjtöttem be, de hát ha esetleg van itt valahol, az a baj, nem tudunk több közelharci fegyvert magunkkal vinni. Ah! Ide, csak ide be kellett jönni. És már meg is van. Na! Túl késő, már haldoklóban van a csávó, úgyhogy nem tud nekünk ellenszert adni, mert ugye ez itt valami vírus, tehát hogy inkább a vírusos cucc van, mint hogy a wifi keresős dolog. Van egy barlang a közelben, úgyhogy ahhoz kell mennünk a gyáron át. Egy gyárkomplexumon keresztül, és akkor ott fogunk találkozni a további aktivistákkal. Ja, nincs más, még tovább kell haladnunk és túlélni. Ennyi az egész. System? What are you talking about? I'm just trying to get my life back. Destroy the system? This is madness. A bunch of people can't do that. Hey. Hey, wake up, pal, wake up! The man was dead. And I doubt his ez halott. Na, itt már V-t ír ki, egyébként. I was wondering what I should do next and what awaits me in this factory. Getting rid of the mark was proving to be much more difficult. Ja, igen, itt Markot mondta, ahol meg Label, de ugyanaz, mindegy. Nem kell ezzel bajlódni. Úgyhogy ja, a következőnél, ugye most itt vagyunk a gyártelepnél, és akkor itt fogjuk tovább folytatni. És akkor most ennyi voltam mára, nagyon köszönöm szépen a figyelmet. És akkor a következő részben itt fogjuk folytatni. Legyen ízelítőnek ennyi elég, nem remélem, hogy tetszett nektek. Megpróbálok arra törekedni, hogy kevésbé tévedjek el, de magával ragad ez a játék, és hogy érdemes ugye mindenhova körülnézni, ez főleg azért jó. Nem azért, hogy 100%-osra kivigyed, hanem azért, mert hogy egy picit, hogy megkönnyebbítsd a dolgodat majd a játék végére. Na,
Ennyi volt a mára, köszönöm szépen a figyelmet, további rage-mentes és szép napot kívánok mindenkinek. Das Vidanya!